1993-ban került Pusztai Ágoston műve a Magyarok Nagyasszonya szobor Egerszalókra, és most összefogással megújult az alkotás, és környezetét is megszépítették. 2024. május 30-án áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek képviseletében újulólag Csizmadia István, az egri bazilika plébánosa a szobrot, és vezette a májusi ájtatosságot. Az ünnepi programon műsort adott az egri érseki fiúkórus. Az eseményen köszönetét fejezte ki a nagylelkű támogatóknak Árvai Zoltán plébános. Úgy fogalmazott, hálát adunk a Jóistennek, és kérjük Szűz Máriát, hogy amint eddig, úgy ezután is hadhatós közbenjáróként oltalmazzon minket minden bajtól, és vezessen el Szent Fiához. Tudva lévő, hogy Szalók mindig is ilyen máriás hát község volt, már a középkori temploma a Szűzanya tiszteletére épült, és 14 év múlva lesz majd kereken 300 éves a jelenlegi kegytemplomunk, ami szintén Szűz Mária szent nevét hordozza magán. Így az itteniek mindig azt mondják, hogy és úgy is tartották régi időktől fogva, hogy a Szűzanya köpenye oltalma alatt anyai gondoskodását élvezve élik itt a mindennapjaikat. A plébános elmondta még, jelzés értéke is van ennek az ünnepnek, mert ebben az űrzavaros korban vissza kell térnünk keresztény magyarságunkhoz.